azt kell, hogy mondjam, hogy a 2015-es éve én személy szerint eredményesnek tartom. Azt gondolom, hogy sok olyan felépülött valósul, mint a 2015-es évben, amelyek éveként. Azt gondolom, hogy sok esetben az alapokat legyen arra, hogy a következő években egy fokai fejlődés elé nézve ez a város, és mindenféleképpen azt gondolom, hogy a 2016-as mégis komoly kihívásokkal fog eltelni, hiszen az év első felében racionalizációt kell elvégeznünk a felépítményre vonatkozóan. Meg kell valósítanunk azokat a projektumokról, amelyeket előttünk a 2015-es évben, elsősorban a Palincsi Hagyjuk a turisztikai fejlesztését, a Népszínház építésének a folytatását, az Orkának a hát azt mondom, hogy a hatékonyságának kihasználásának, illetve valójában olyan helyzetokozás, amelyek megindulják a beruházásokat, és a középhallgatók részéről. Azt gondolom, hogy különösen fontos lesz a katonai vagyonnak a hatékony felhasználása, és mindenféleképpen az egy külön kihívás a város számára, hogy a Budapest-Belgrádi vasútvonal tervezésében Szabadka is valamilyen vonalhoz szeretett volna, hogy a Szabadkány vasútjárói vonal, hogy terminális megegyet felhasználásban tervezve, ami azt gondolom, hogy gazdaságilag, az átkövetkező, hogy a városban